Sziasztok! Ebben a mostani videóban ajándékozásról lesz szó, mégpedig, hogyha te figurafestéssel, társasjátékfestéssel foglalkozó hobbi szinten vagy van, úgy gondolod, hogy minimális tehetséged ehhez az egészhez, akkor elképzelhető, hogy ilyen figurákat ajándékozni közeli ismerősök, barátok, családtagok számára, hogyha ők is foglalkoznak ilyesmivel, akkor lehet, hogy ez egy meglehetősen jó ötlet. Mielőtt erre rátérnék, erre a fő mai témára, szeretnék egy-két fontosabb klubos dologra kitérni, de csak tényleg röviden. A Csinálj Jobbat festőverseny első fordulójának a szavazása lezárul június 30-án szombaton. Aztán július 1-én vasárnap tartunk egy újabb TLK, illetve Crap Mini Ornát foglalkozást, vagy szakkört, és itt ki fogjuk osztani az első helyezetnek a megérdemelt jutalmát. Ugyanakkor, hogyha valaki szeretne törpeszléért festeni, vagy esetleg Forge Guardot, ez az Age of Sigmar sorozatból tudjátok, ezek a félmeztelen, tetovált, baltás, punkrockos törpék, akkor még jöhet, mert vannak még figurák. Hogyha valaki korábban jelezte, hogy szeretne részt venni ebben a festésben, akkor kérjük szépen, hogy vasárnap tegye tiszteletét. Hogyha nem tud eljönni, akkor és nem tud senki mást elküldeni, hogy átvegye a figurát, amit ő kért, akkor arra is van megoldás, hogy elküldjük postai úton. Hogy hogyan, ez teljesen egyértelmű, megadja a nevét, megadja a címét, mi elküldjük neki csomagban, ő kifizeti a figurának az árát, amit Bandi korábban már közölt, illetve a postaköltséget is. Van nekünk a TLK-ban, illetve a Crap Mini Ornatban egy új kezdeményezésünk. Ezt úgy hívjuk, hogy Paint 60, azaz 60 perces festés. Igazából még nem láttatok belőle egyetlen egy részt sem, van már több nyers felvétel. Ennek az egésznek az lesz a lényege, hogy bemutassuk, hogy akár még a teljesen kezdők is képesek elfogadható minőségben, mondjuk azt, hogy ilyen elfogadható TTQ minőségben, figurát festeni úgy, hogyha csak 60 perc áll rendelkezésükre. Ehhez milyen előkészületekre van szükség, ehhez milyen technikákra van szükség, milyen festékekre, ecsetekre, és gyakorlatilag hogyan néz ki ez a 60 perces koncentrált, odafigyelős festés. És ha az alapozástól eltekintünk, akkor 60 perc alatt el lehet jutni odáig, hogy még igazából a bézis készen van. És hogyha valaki sereget fest, nagy tömegben fest figurákat, nem pedig két-három különösen szépen kinéző figurát szeretne lerakni az asztalra, vagy kirakni a vitrínre, vagy hogyha mondjuk társasjátékokhoz fest kis tokeneket, vagy esetleg figurákat, akkor ez a minőség, ez már teljesen jó, és ahogy csinálja ezt a festést, tehát ezt nyilván nem egyszer kell mindenkinek elvégeznie, hanem ahogy szépen halad minden nap, vagy minden második nap ezzel a csak 60 perces időre fordítással a festéssel, akkor ahogy telnek múlnak a hetek, esetleg hónapok, egyre jobb és jobb és jobb eredményekkel fog tudni előrukkolni. A régi figurákat pedig vagy szentimentális okokból elrakja és használja, mert végül is ki vannak festve, vagy pedig lemossa róluk a festéket, mert elég könnyen le lehet szedni, és utána már a sokkal gyakorlottabb kezével újra kifesti őket. Úgyhogy erről fog szólni ez a Paint 60 adás, vagy Paint 60 videó. Én is fogok ilyeneket csinálni itthon, illetve a klubban, a TLK-ban általában két meghívott ember társaságában fel fogok venni ilyen adásokat, már van ebből több is, nem sokára meg lesz vágva, és nem sokára láthatjátok ezt is. Lesz utána egy nagy ecsetteszt nevű videó, remélhetőleg nem videósorozat lesz belőle, de elképzelhető, hogy a nagyon széles skálában mozgó ecsetek miatt szét kell vágni kettébe. Ez a nagy ecsetteszt, ez egy összehasonlító teszt. Ugye az interneten
Rettentő sok olyan videót lehet látni, hogy valaki vásárol egy ecsetet, és utána bemutatja, hogy jaj, de szép, milyen finom a sörtéje, milyen jó az illata, milyen jó a kézre áll, milyen jól lehet vele festeni, és a többi, és a többi. Igazából ezt én magyarul nem akarom megismételni. Az egész ecsetteszt során ugyanazokat a festési folyamatokat fogom elvégezni minden egyes ecsettípussal, van vagy 30-40 olyan különböző ecsetem, és ezután fogjuk levonni a konklúziót, és vélhetően ez segíteni fog nektek abban, hogy el tudjátok dönteni, hogy a ti munkátokhoz, illetve a ti pénztárcátokhoz, vajon melyik ecset felel meg, és melyiket használjátok szívesen. Tehát ez egy, nem egy szóló ecset bemutató lesz, olyat nézzetek a YouTube-on, nagyon sok van, beírjátok a keresőjébe, és százával fogja kidobni a találatokat. Ez kifejezetten összehasonlító teszt, amikor az ecseteket egymás mellett kiterítve, ugyanazt a munkafolyamatot mindegyikkel elvégezve, előtte, utána szépen ellenőrizve az ecsetnek a minőségét, az állagát, meglátjuk, hogy vajon viselkednek ezek a különböző ecset típusok. Ehhez szorosan fog csatlakozni, vagy csatolódni egy olajfesték technika, az úgynevezett olajtinta bemutatása. A sima tintázásnak, vasolásnak, sédelésnek a technikáját a legtöbben ti már ismeritek, sőt, van, aki kifejezetten profi benne, viszont olajtintával nagyon kevesen dolgoznak. Hogy ez micsoda, hogyan kell használni, mire jó, ezt fogom bemutatni egy videó keretén belül. Mi vagyunk a Crap Juniornak csapata! Festünk! Modellezünk! Terepezünk! Általában jó felszerelt műhelyünk van festékekkel, szerszámokkal és airbrush-sal. Van kromofágunk, és nem félünk használni. Nem csináljuk a fékolajat sem. Ha szeretnél megtanulni festeni vagy modellezni, vagy csak szeretnéd, hogy ne csúnya szürke színű legyen a sereged, akkor csatlakozz hozzánk. Együtt talán képesek vagyunk rá. Ja, és nézd meg a YouTube csatornámat, és iratkozz fel rá. TTQ Workshop. Crap Mini or Not. Szakkő. A TLK-ban. Hétvégenként. Figurafestés, mint ajándékozás. Amikor valakinek, egy jó barátotoknak vagy egy szeretteteknek ajándékoztok valamit, akkor elég sokszor esik bele ember abba a dilemmában, hogy de mi legyen az? Vajon mi az, aminek örül? Mert most lehet valamilyen butaságot, valamilyen teljesen felesleges dolgot venni, hogy így megörül neki az illető, átveszi, megnézegeti, aztán utána úgy van. Abban az esetben, hogyha a ti ismerősötök, családtagotok foglalkozik társasjátékokkal, vagy figurafestéssel, netán ő is gyűjt ilyen dolgokat, akkor elképzelhető, sőt, több mint valószínű, hogyha egy olyan figurát, vagy akár két figurát, vagy többet kifestetek neki ajándékba, amit ő utána tud használni, akkor ez egy hasznos ajándék, ez egy jó ajándék, ez egy olyan ajándék, ami nem csak hogy frappáns, hanem megvan benne az a közvetített érték, az a plusz, amire azt szoktuk mondani, hogy ez egy jó ajándék, ez tényleg ez ott van, ez több mint ezek a butaságok, ezek a kis semmiségek. Na most nem arról van szó, hogy föl kell menni a GameStop oldalára, vagy el kell menni egy nagy társasjáték kereskedésbe, vagy föl kell menni az eBay-re, és akkor ott 10, meg 20, meg 100 ezreket el kell költeni arra, hogy vásároljál figurákat, amiket aztán ki kell festeni, és te jó ég, hát még a sajátoddal se végeztél, meg most honnan vegyél ennyi pénzért dolgot, meg rendet, nem. Nem erről beszélek. Hogyha társasjátékozik az illető, és mondjuk van egy kedvenc társasjátéka, vagy mondjuk összedobtok neki a haverokkal, vagy a családdal, és vesztek egy társasjátékot neki, akkor
vagy a felbontás után, a átvétel után, vagy esetleg még az előtt kiveszel belőle egy, vagy akár, hogyha kevés figurás, akkor több figurát, és ezeket lefested. Vagy utána visszarakjátok a dobozba, és átadjátok. Abban az esetben, hogyha már az átadás után van ez, vagy már régóta megvan az illetőnél, akkor úgy bejátszatok egyet, megkérded a figurát, megnézegeted, milyen szép, megkérdezed, nem elveszed, megkérdezed, hogy egy kicsikét elvihetnéd-e, mert nem tudom, szeretnéd mondjuk, nem tudom, lefényképezni, vagy megmutatni otthon, hogy ilyen dolgot szeretnél, feltétlenül bele fog menni az illető. Az a lényeg, hogy valahogy meglepetés legyen ez számára, tehát nem elcsórni kell a figurát, kifesteni, aztán visszarakni, hanem valahogy néhány napra kölcsönkérni, és utána visszaadni kifestve. Hogyha úgy érzed, hogy kifejezetten jó festő vagy, vagy gyakorlott festő vagy, akkor nem hiszem, hogy ez gondot okozna számodra egy társasjáték figurának, vagy egy wargame figurának a megfestése. Hogyha wargame figuráról van szó, akkor nem kell aggódni, hogy jó, hát te nem úgy fogod kifesteni, mint a tulajdonosa, például a tulajdonosa ennek a wargame figurának egy nagyon tehetséges, esetleg híres festő, aki Facebookon vagy festőversenyeken nagyon gyönyörű és szép pályamunkákat tesz le, te meg hát, ha rettentően összekapod magad, akkor is maximum drybrush-olni tudsz közepes elfogadható módon. Nem fogsz tudni az ő nyomdokaiba lépni, és amikor átadod neki a figurát, ő meg oda méri a kis polcán a többihez, akkor lehet látni, hogy azok milyen gyönyörűk, amit te csináltál, az meg hát nem gyönyörű. Igen ám, de az ajándékot, egy ilyen kézzel készült ajándékot nem így kell nézni. Hanem úgy kell nézni, hogy aki adja, az a saját keze munkáját teszi bele, a saját idejét és energiáját fordítja rá, a saját kreativitását konvertálja át ajándékká, és a szándék az nem az, hogy van pénzem, elmegyek, veszek neked valamit, tessék, itt egy üvegpia, így áll, vagy itt van egy zokni, meg egy gatya, használd, vagy itt van egy tusfürdő, aztán mossál fejet, hanem esetleg ezeken túl valami személyes ajándékot tudsz adni. És hogyha ezt sikerül átadni ezt a pluszt, és szerintem sikerül, akkor nem gondolom, hogy van olyan ember, legyen még olyan tehetséges és gyakorlott festő is, aki azt mondaná, hogy aha, jó, hát kaptam valamit. Ennyi? Más nem hoztál? Ilyen nem lesz. Biztos vagyok benne, hogy még ha nem annyira szép is, mint az övé, akkor is meg fogja becsülni, és használni fogja, és az lesz az a figura, amit mondjuk, hogyha én adtam oda, akkor az agyó festette, és akkor azt mindig az első sorba fogja tenni, vagy ha valamilyen társasjáték, akkor és előveszi, akkor eszébe fog jutni, hogy ó, igen, igen, ezeket még ajándékra kaptam mondjuk a 20, 30, 40, 50. születésnapomra, vagy névnapomra, vagy évfordulóra, vagy bármi egyébre. Ez egy olyan hozzátett pluszt fog jelenteni, amit nagyon sokan keresünk az ajándékozások során, hogy vajon mi az a személyes dolog, amit tudnánk adni. Vajon mi az a többlet, amit bele tudunk tenni egy ajándékba, hogy ne már megint a áruházi játékok, meg a könyvek, meg a nem tudom micsoda legyen a 25. ajándék is. És hogyha ez esetleg nem volt szokás eddig a baráti körben, elképzelhető, hogy meg tudjátok ezt honosítani. Valamilyen eBay-es, nagyon régi, igazából fillérekért hozzád vágott figurát beszerzel, mondjuk valamilyen élő halottat, mert mondjuk élő halottas serege van a srácnak, vagy egy társasjáték figurát, mert egyébként olyat is láttam már, hogy a társasjáték figurákat árulják. Most, hogy ez utángyártott, húzott figura, vagy elveszett már a tábla,
és vagy nem is volt mindegy, lényeg az, hogy csak a figurákat adják, ezt nem tudom, de azt hiszem egy társasjátéknál nincs akkora jelentősége, hogy most eredeti figurával, vagy nem eredeti figurával játszol, hogyha az a megszólalásig hasonlít az egyik a másikra. A Wargame-nél, a terepasztalos stratégiai játéknál a húzott figurának, az utángyártott figurának, annak ilyen csalási íze, ilyen lehúzási íze, ilyen olcsó János íze van, úgyhogy ott én az eredetit javaslom, de tényleg szinte fillérekért lehet olyan 80-as, 90-es években készült, kicsit még csúnyácska, de talán éppen ezért picit megkapó figurákhoz hozzájutni, és nem is ritkán, amiket, hogyha beszerzel és kifestesz és átadsz, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy jó plusz ajándék lesz.